Sziasztok, Menyus vagyok, ez pedig a K-Menyus csatorna. Most egy igazán különleges kis videóval készültem nektek. Szeretném bemutatni Zsoltot, Kass Zsoltot, a Kaskam oldal tulajdonosát, aki egy igen különleges versenyre készül, a háttérben látható Afrika Twinnel, és erről fogunk egy kicsit beszélgetni. Szia Zsolt! Szia! Mi ez a különleges túra, vagy verseny, vagy motoros kaland, amire most készülsz? Hát Magyarországon egy kevésbé ismert versenyről van szó, pedig Európa egyik legnagyobb versenye, ez a Gibraltar rész. 14 nap offroad, és ez a következő verseny, ez 7200 km lesz, aminek kb. 85-90%-án offroadon haladunk. Na hát ez valami nagy motoros múltra enged következtetni. Gondolom vérprofi vagy, gyerekkorod óta motorozol. Hogy kerültél egyáltalán odáig, hogy most a Gibraltar rallin el tudsz indulni? Mi a motoros sztorid? Hát ez nem a tapasztalatnak köszönhető, inkább a bátorságnak, tehát az a ló vagyok, amelyik inkább bátor. Én 5 éve tettem le a motoros jogsit, akkor kezdtem egyáltalán motorozni, mert utáltam a pesti dugókat, és a barátaimat láttam, hogy a robogóikkal milyen gyorsan cikáznak, és ezt szerettem volna én is elsajátítani. És 2,5 évig robogóztam Budapesten, amikor meghívtak egy marokkó túrára, és meglepődtem, hogy hát én nekem robogón van, robogós tapasztalatom, és mondták, hogy semmi gond, bérelünk egy erre alkalmas túramotort, és akkor mehetek a csapattal. És hát ez volt az első kaland, akkor ültem először nagy motoron, túramotoron, és 2-3 napig állítólag azt nézték, hogy mikor halok meg, mert úgy motoroztam a motorral. Robogó helyett akkor végül is mit béreltetek? Ez is egy érdekes sztori, mert egy nagyon komoly múlttal rendelkező BMW motorokat bérbeadó céggel vettük fel a kapcsolatot, akinek több mint 120 BMW-je van. Viszont amikor elküldtem a jogsimat, akkor már nem akartak BMW-t adni, és akkor utána mondták, hogy akkor majd adnak egy Afrika Twint. Közben beszélgettek a túra szervezővel, és az is mondta, hogy hát ez az ember még nem ült ilyen motoron, és akkor a végén kaptam egy 70.000 kilométeres Triumph Tiger 800 XC-t. De aztán egy 5-6 nap után összehaverkodtam a motorral, és nagyon-nagyon jó élmény volt. Azt éreztem én is először, hogy nagyon bizonytalan vagyok, eszméletlen széles dobozok voltak rászerelve, tehát teljesen kilógtam a csapatból, a sorból. És hát egy óriási tanulás kezdődött el, ami a mai napig tart. És az már offroados volt? Voltak benne offroad szakaszok is, nem, tehát ott inkább azt mondom, hogy a kisebb arány volt, amilyen terepszakaszok voltak, viszont hát elég volt arra, hogy megdobogtassa a szívemet. Az volt a furcsa, hogy pont akkor jött ez a Marokkó túra, amikor én találkoztam egy emberrel búvárkodás közben, és ő elmesélte azt, hogy körbe motorozta az egész földközi tengert, követve egy magyar pilótának a korábbi cselekedetét, aki 45 évvel azelőtt teljesen a földközi tenger part mentén végigrepült, és minden helyen, ahol elfogyott az üzemanyag, ugye leszállt, és ezek a motorosok fölkeresték ezeket a helyeket, bementek a reptérre, 2 év szervezés volt, mert például Iránon is áthaladtak, amit tudjuk, hogy nem egyszerű, és e körül jártak a gondolataim, ez komolyan mondom, hetekig még álmaimban is ez volt, hogy micsoda őrült nagy kaland, és akkor talált meg engem ez a marokkói túra, tehát teljesen húsba vágott, úgyhogy persze, hogy igent mondtam, és hát elkapott a gépszi, beszippantott ez a túramotorozás, és ahogy hazajöttem, akkor megrendeltem az első Afrika Twinemet, még a CRF 1000-est, és 1000 kilométer volt a motorban, amikor Máltáról elmentem a kínai határ fölé, a Sarinkanyonig. Találkoztam egy sráccal, akinek egy 1090-es KTM-je van, és segített tanulgatni a egyre erősebb offroad pályákon. És akkor ő mondta, hogy hát tudom-e, hogy Máltán van egy olyan ember, aki végigment a Gibraltar részen. Ez a Samison Busuttil, aki 2019-ben a 28. helyen ért célba, és nem. És találkoztam vele, én is egyébként akkor hallottam először erről, és 2020-ra beneveztem erre a Gibraltar részre. Akkor így tervek szerint északról délre tartott volna, tehát Észtországból indult volna, és Görögországban, Thessalonikiben lett volna a cél,
és azért is tetszett ez a verseny, mert pont Magyarországon állt volna meg egy napra, mert a két hétnapos szakasz között mindig van egy nap pihenő, és ezt Budapesten töltötte volna a csapat. És mondom, hát mennyire jó hangzik, hogy ezen el tudok indulni, tudok segíteni a szervezőknek, mert ezt rögtön felajánlottam is, és akkor jobban megismerhetik a magyarok is azt, hogy van egy ilyen verseny. De hát aztán a koronavírus közbeszólt, először elnapolták a 2020-as versenyt, utána törölték, viszont a szervezők felajánlották, hogy vannak ennek előfutamai, ezek az Alp Stories Trophy versenyek, hogy akkor a nevezési díjam egy részét költsen már el, legyek kedves a Stories Trophy-ra, az ATT-re. Említetted, hogy Gibraltar rally, vagy rész, de mondod, hogy Észtországtól Thessaloniki. Igen. Mi köze ennek Gibraltárhoz? Ha jól tudom, az egy picit arrébb van. Visszakérdezhetek? Igen. Dakárnak mi köze van Dakárhoz? Korábbi években Gibraltáron volt mindig a befutó, és egy korábbi szocialista tagállamból, tehát Románia, Bulgária vagy Ukrajnából indult a verseny, és kelettől tartott nyugatra, érintette egyszer Magyarországot is, Baja környékén bevitték a homokos részre a versenyzőket, de ha jól tudom, összesen 60 kilométert haladtak át, és hát gondoltak egy nagyot, hogy most nem keletről nyugatra, hanem északról délre, és azt mondták, hogy most 2021-ben is ezt próbálják megszervezni, megkeresték azokat a kormányokat, amelyik országokon áthalad ez a verseny, 6 rögtön pozitív választ adott, 3 kormány pedig nem adott időben választ, köztük a magyar kormány sem. Ezért a versenyszervezők, hogy ne hozzák kellemetlen helyzetbe a még messzebbről, tehát Angliából, Marokkóból, Egyesült Államokból érkező versenyzőket, hogy mondjuk a mezőny bemehet, de az európai versenyzőkkel, de ők nem. Ezért meghozták azt a döntést, hogy a saját házuk táján, mivel hogy olaszok a szervezők, és ott nagyon jó kapcsolatot ápolnak a kormánnyal, hogy az olasz régi, vagy az olasz területen legyen lebonyolítva a verseny. Úgyhogy elnevezték Csizmának, egyértelmű, és 23-án Genovából fog elrajtolni ez a verseny. Reggel egy gépátvétel lesz, utána orvosi vizsgálat, és délután egy prológ, és nem is hallottam még ilyet, hogy valami verseny történetében volt ilyen. Amikor vége van a prológnak, akkor fölmegyünk egy kompra, és a kompon fogjuk tölteni az éjszakát, és ez alatt az idő alatt a komp átmegy Szardíniának az északi pontjára, és ha minden igaz, ilyeneket rebesgetnek, tehát én sem tudok még ugye pontosat, de a kompból fogunk elrajtolni, tehát a verseny igazi első napi rajtja, az magáról a kompról fog megtörténni. Szardínia közepéig megyünk az első napon, majd a második nap újra a déli pontig lemegyünk, és ismét egy kompon alszunk, ami Szicíliába fog átvinni minket. Azon a napon megkerüljük az Etnát, tehát ezt megígérték, hogy jelenleg aktív Etnán, ameddig csak lehet, föl fognak minket terelni, tehát körülbelül 3000 méteres magasságig. Az ezt követő napon Messinánál átlépünk a Csizmaórára, és innen cikcakba vissza fogunk térni Genovába, tehát egy körverseny lesz végül is. Tehát tulajdonképpen Olaszországba keresztből kasul 7200 kilométernyi, nem, annak a 80%-án. Ez lett az új szlogenem. Hogy? Keresztbe menni mindenki tud, kasul csak én. Á, igen. Keresztbe kasul. Igen. Ezek digitális útvonalok, tehát semmifajta ellenőrző pont, telepített pont nincsen. Minden versenyző kap egy trackert, egy nyomkövetőt, és este, amikor ezt leadjuk, rádugják a komputerre, és a szoftver kielemzi, hogy mit teljesített a versenyző. Egyébként magát az útvonalat, azt honnét tudjátok? GPS-re kaptok valamit, vagy... Igen. Mert én, ha jól tudom, én nem értek annyira hozzá, de ilyen terepversenyeken szoktak ilyen nagy papírcsikok lenni, tekerni kell, és akkor erre mész ennyi kilométer, balra, jobbra, egyenesen. Igen. Hogy ez most a hogy lesz? A papírokról annyit, hogy nem tudom, tudod, hogy 2022-től már a Dakaron sem fognak papírt használni, meg a nagy versenyeken. Tabletrendszer lesz ott is, ugyanazt fogják látni, tehát teljesen úgy fog kinézni, mint hogy a papír tekercs menne a tabletben, ugyanazok a mezők, ugyanazok a jelek, de már nem papír alapú lesz a verseny. Ez a verseny úttörő volt ebben, tehát amikor elkezdte 7-8 évvel ezelőtt elkezdődött a Gibraltár rész, már ők kezdettől fogva digitális navigációt adtak ki. Minden este a trackerünkkel együtt le kell adni a navigációnkat is, és a rajt előtt 5 perccel kaphatjuk meg a navigációt, és az éjszaka folyamán beleírják a következő napi penzumot.
Én idáig egy Garmin navigációt használtam, tehát GPS-t. Elestem a legnagyobbaktól, akik első, második, harmadik helyeken mennek, hogy ők egy tabletet használnak. A verseny előtt 5 perccel e-mailben megkapják az aznapi útvonalat, amit betöltenek a tabletjükbe, és részenként nyitják meg a következő feladatot. Értelemszerűen először egy etappal szokott indulni a nap, amikor odaérsz egy etap végére, akkor pedig a következő etap és elejéig pontokat fogsz látni. Most, amikor a V-pontokat elkezded megterveztetni a GPS-eddel, vagy a navigációddal, akkor bármiféle adat kijöhet, tehát ott állnak a versenyzők sokszor 4 óra 20 percig, és addig tologatják az útvonalokat a kis erdei ösvényektől, a nem tudom milyen földutakig, amíg kijön az a kilométer, minden pontot érintve természetesen, amit a szervezők megadnak. Tehát mondjuk azt mondják, hogy 13 kilométer, 6 waypoint, 23 perc. Tehát akkor a versenyzőknek kell kialakítani. Így van. Ott a GPS-nek vagy a tabletnek a képernyőjén. Így van. Megérkeznek az etap végére, és akkor mindenki elkezdi a navigációját babrálni, tehát azt látod, hogy 4-5-6 motoros, hogyha összegyűlik, akkor mindenki babrálja a kis készülékét, és akkor aki úgy érzi, hogy na most sikerült eltalálni az útvonalat, akkor általában 20-30 méterre meg van jelölve egy pont, hogy onnan kell elrajtolni, tehát ugye ezt is csak a térképen látod. Odáll, elindítja a stopperét, hiszen a másik fontos tényező az, hogy 30 percet adnak mondjuk erre a gyorsaságira. Ha gyorsabban érsz ki, azért is büntetnek, ha lassabban azért is. Aha. Úgyhogy már nem egyszer volt olyan, ugye, hogy a céltól 20-30 méterre ott áldogálunk, és várjuk, hogy átléphessük a célvonalat, hogy ne kapjunk büntetést. Ez egy teljesen büntetés alapú verseny. Minden hibáért pontot kapnak, tehát így értelemszerűen a legkevesebb pontot gyűjtő versenyző fogja megnyerni a versenyt. A legprofibb versenyzők azok napi szinten néhány száz pontot gyűjtenek be. Nekem most az a tervem, tehát a legeslegfontosabb, hogy épségben, egészségben motor megkímélve beérjek a célba. Természetesen mindent elkövetek, hogy minél jobb eredménnyel érek be a célba, de nem tűztem ki magamnak egy eredményszintet, hanem pontokban gondolkodom, és napi pontokat szeretnék elérni, vagy csökkenteni, redukálni. Úgyhogy 3000 pontra tűztem ki az én napi átlag gyűjtögetésemet. Napi 3000? Igen. Hogy itt ilyen magas pontszámok vannak? Igen. Hát, hogy visszanyúljak a Samson buszútira, ő a 28. helyen valahol 300 000 pont körül gyűjtött, míg az első összesen 8400-at. Mindenért büntetnek. Tehát még olyan is figyel a tracker, hogyha a lakott területen tartósan 20%-kal átléped a megengedett sebességet, azért is büntet. Tehát erre írt a szervező egy nagyon-nagyon jó szoftvert, rádugja, másfél percig elemzi a trackert, és utána kiadja, hogy hol és miket hibáztál. Elképesztő. Egyébként tényleg nagyon komoly. Tehát én alapvetően nem tudok olyan gyors lenni, mint egy 450-es szuper enduróval valaki. Tehát teljesen mások a féktávjaim, illetve a súly adja ezt, hiszen volt olyan versenyző, akivel azon rögtünk, hogy ő és a motorja, az pont fele akkora, mint én is a motorom. Aha. Tehát ő 210 kiló volt, én meg 420 kiló. Most megütött a fülemet, hogy 400-as enduró, te meg mész egy 1001-es Afrikával, hogy tehát nincs meghatározva, hogy milyen motorral, vagy milyen kategóriájú motorral lehet menni? Ezért volt nekem ez egy kihívás, egy őrült nagy challenge, hogy a Gibraltáron induljak, hogy megnézzem, hogy egy big bike-kal milyen eredményt tud elérni az ember. Természetesen az összes versenyzőnek is van egy végleges rajt, vagy befutó sorrendje, de itt külön értékelik már a kategóriákat, tehát 450 alatt, 450 és 900 között, vagy 950 között és 950 fölött. Akkor beszéljünk egy kicsit a versenyzőkről, mert a korábban, amikor beszélgettünk telefonon, akkor te említetted nekem, hogy micsoda nevek szoktak itt szerepelni. Fölállt a szűr a kezemen. Kik vannak? Kezdhetem itt? Ádám Évától, mert amikor én az első ilyen versenyre teljesen Auslanderként odaértem, én semmit nem tudtam erről, de szó szerint. Tehát elmentem verseny, őrülten izgultam, ami úgy a fejemben volt,
azt felkészítettem magamban is a motoron, de igazából közöm nem volt az egészhez. És rögtön az első naptól kezdve láttam, hogy ott egyfolytában ölelgetnek egy nagyon kedves, szimpatikus úriembert, és mindenki szelfizget vele, meg fotóztatja magát vele, és én nem tudtam, hogy ő kicsoda. És tényleg egy szuper kedves pali, találkoztam vele bent a versenyen, egymást megkínáltuk kajával, én adtam neki energiaszeletet, ő adott egy banánt, egy kicsit beszélgettünk, és még mindig nem tudtam, hogy ki az, és hazamentem. És 2021-ben idén elkezdtem nézni a Dakart, és látom az embert, nem a nevén volt először, hanem a legenda. Tehát ő Franco Picco, aki a Dakar szintű versenyekből 28-on indult és 24-szer célba ér, de tényleg áll a szűr a kezem, hogy mekkora egy pali. És csak Dakaron 13-szor indult és 12-szer ért célba, köztük kétszer második helyen, kétszer harmadik helyen, és többek között ő is jönni fog. De itt lesz Renato Zocchi, aki többszörös bajnok ezeknek a versenyeknek, és többszörös Európa bajnok, és őről azt lehet tudni, az emberek tudatában ő úgy él benne, hogy nem is tudják, hogy melyik verseny volt ez, de ő egy XADV-vel, egy 750-es túrarobogóval teljesítette a 2019-es Gibraltar részt, és meg is nyerte az ő kategóriáját. Sajnos hiába kértem a szervezőt, hogy küldje el nekem az idei év rajtlistáját. Ő tudta azt, hogy én ezt miért szeretném, ezt is megírtam neki két ok miatt, ugye, hogy lássam azt, hogy milyen nevek vannak ott, a másik pedig, hogy megerősítést szerettem volna nyerni, hogy a verseny történetében én vagyok az első és idáig egyetlen magyar induló. De hát a rajtlistát nem küldte, de ebben megerősített. Akkor, ha jól értem, az egész verseny történetében te leszel a leges-legelső magyar versenyző. Így van. És mondhatom azt is, hogy az egyetlen, ugyanis volt még egy másik magyar jelentkező, de a szervező ennyit írt, hogy hátfájdalmakra panaszkodva, nem te voltál? Akár én is lehettem volna. Hátfájdalmakra panaszkodva visszalépett az indulástól. Ahogy így mondod, hogy milyen nagy nevek vannak ezen a versenyen, nekem ez ilyen abszolút profinak tűnik, és ami profi, az én szememben az nem feltétlenül olcsó mulatság. Tehát ennek van gondolom, de azért rákérdezek, hogy van nevezési díja, hogyan lehet jelentkezni, mivel jár ez az egész, hogy kerülsz el egyáltalán egy ilyen versenyre? A weboldalon egyébként minden elérhető, ez jelenleg egy teljesen nyílt verseny, tehát nem kell előzetes versenyeken teljesítményt mutatni, de inkább nem is mondok pontos összegeket, mert a gibraltarrace.com-on teljes részletessége le van írva, hogy mik azok a feltételek, amiknek meg kell felelni, és milyen költségekkel, milyen összegekkel jár. Ez természetesen nyújtható a végtelenségig, hiszen a szervezők lehetőséget biztosítanak arra is, hogy te akár sátorral és egyedüli motorosként végigmenjél, és ugyanúgy a másik véglet, hogy fizetett szervizcsapattal, luxus szállodai körülmények között is mindenre biztosítanak lehetőséget. Kicsit ilyen Lyndon Poskitt vagyok, aki ugye a race to race, tehát hogy versenytől versenyig addig inkább motorozik, egyet túrázgat. Úgyhogy én is most Máltáról átmentem Szicíliára, ott egy kicsit terepezgettem, utána Kompal átmentem Olaszországba, onnan szépen fölcsorogtam. Itt szervizeljük most egy hete a motort, hogy föl legyen készítve, át legyen alakítva arra, hogy versenyképesebb legyen. Hogy oldod meg? Vannak szponzoraid, vagy saját zsebből? Tehát hogy jutottál el erre a versenyre? Szponzorígéreteim vannak, tehát tényleg a 35 milliós támogatástól a teljes motoros ruházatig már mindenfajta ígéretet kaptam. A mai napig egy hatos alátétet még senki nem segített, tehát teljesen zsebből kellett idáig mindent finanszíroznom. Megmondom őszintén, hogy eléggé a kereteim végére értem. Bízom benne, hogy ez a Gibraltar rész majd ezen is segít, hogy talán lesznek új támogatók. Most, ha így ránézek a motorodra, akkor én ott egy talán Garmin Zumo XT-t látok. Így van, az. Imádom egyébként. És azt mondtad, hogy tabletről fogsz navigálni, tehát hogy jön ez össze? Tehát átalakítod, lesz oda valami tablet tartó? Vagy? Így van. Az Africa Twin 1001-es az még annyira friss, hogy semmifajta tuning cucc meg egyéb kiegészítő jóformán nincs a piacon. És egy olyan átalakítást találtam ki, hogy mindössze 4 csavar kivételével, illetve egy elektronikus csatlakozó széthúzásával le tudom emelni az egész fejet, tehát a plexit, a plexitartót, a GPS konzolt és a rajta lévő GPS-t, majd egy másik fejet ráteszek, amin ugyanúgy van egy versenyplexi, de arra már a
tabletnek a tartója van rászerelve, amiben belepattintható a tablet. Ha már így az átalakításoknál tartunk, akkor mivel követem a Kaskam oldalt a Facebookon, ezért láttam, hogy a héten egy csomó bejegyzést tettél, és azt láttam, hogy caplattál ide-oda a városba, és mindenféle átalakításokat csináltál a motorodon. Mi az, amit átalakítottál erre a versenyre rajta? A korábbi tapasztalatokból, amikor megvettem a motort, az volt az első, hogy a kézvédőket lecseréltem, a tükröket lecseréltem. Pivopegzet használok, ami nagyon-nagyon segíti a testsúly áthelyezést, illetve a fékezéshez nem kell előrelépni. Most a héten az Egyesült Államokból megérkezett az emelt sárvédő. Közben építgetjük ezt a konzolt, ami a tabletet fogja tartani. A korábbi sérülések nyomát azt eltüntettük a héten, ugyanis a bukókeret azért látszott már, hogy néha lepihent a motor egy kicsit, és kapott egy új szintert, és mindezek mellett egy új egyedi fékcsöveket is kapott a motor. És akkor gyakorlatilag készen áll a motorod, tehát így, ahogy most itt látjuk, nagyjából készen áll, és akkor ezzel vágsz neki a asztalomnak. Mondjuk így, hogy nagyjából, mert van azért egy lista, tehát még egy 10 000 eurót el tudnék rá költeni. Természetesen ez egy végtelen történet, tehát mindig talál az ember, amivel még jobbá és még jobbá tudná tenni. Én nagyon szurkolok neked, és kívánom, hogy sikerüljön. Úgy sikerüljön, ahogy szeretnéd, de amit leginkább kívánok az, hogy balesetmentesen, sérülésmentesen érj be a célba, és rengeteg élményt gyűjtse. Kívánom, hogy jó helyezést is érjél el, kívánom, hogy azokat a ponthatárokat, amiket így kitűztél magadnak, azt be tud tartani, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem erről. Én köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhettem erről, mert tényleg szívügyem, szeretném, hogyha a magyarok is megismernék ezt a versenyt, mert a Dakarról mindenki hall, és közben ezt a versenyt Európa Dakarjának is szokták nevezni, tehát a nehézségi foka meg a hossza miatt. Tehát számomra is az a legfontosabb, hogy balesetmentesen célba érjek. A célba érés a legfontosabb, mert nagyon sokan föladják, összetörik magukat, és a következő lépés pedig az, hogy hanyadik helyen ér az ember a célba. Nektek pedig szeretném ajánlani Zsoltnak az elérhetőségeit. Van egy oldala a Facebookon, a linket majd megtaláljátok lent a leírásban, és van egy YouTube csatornája, amire folyamatosan kerülnek majd föl videók. Úgyhogy én javaslom, hogy kövessétek be, és kövessétek a kalandjait. Szerintem izgalmas időszak előtt áll. Köszönöm, hogy itt voltatok, és várlak benneteket a következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!